Igen. Akkor úgy ígértem korábban, most néhány meccset fogunk bemutatni nektek, hogy hogy is néz ki ez a játék. Ugye ha kibontatok néhány pakit, akkor már ugye lett egy-két lapotok, tehát bízunk benne, hogy pár száz lapotok, amiből össze tudok rakni pakit. Ezek a pakik még nem versenyre készültek, úgyhogy több van bennük, mint négy szín. Ez versenyekben ugye négy szín lehet csak. Illetve ez csak ilyen móka pakik, mutassuk, hogy néz ki a játék. Jó voltam, simán Ákos, sziasztok. Ő Ákos, ő az, aki fog nekem segíteni majd a meccseket lejátszani. De mind a kettőnek van. 20 életünk van. Ezt kell szépen lenullázni, és nyerni akarsz. Dobjunk kezdésért. Ez. Én kezdek. Aki nagyobb a dob általában, az kezd. Húzunk 5 darab lapot. 1, 2, 3, 4, 5. Kapok egy darab varázspontot. Hát hiszem mindenki így kockával tudja magának jelölni. Egy varázspontból passzolok. Így jó. Én jövök, egy varázspontot húzok egy lapot. Ezután én is passzolok. Kapok két varázspontot, húzok egy lapot. Hát ez egy passz. Jó, kapok két varázspontot, húzok egyet. Igen, három, akkor abból kettőért kihozok egy ilyen sárha időt. Azt mondja, hogy antimágia 1. Antimágia 1-es. Ilyenkor el kell dobni egy varázslatot. Mindenkinek egy-egy varázslat. Ugye általános azt mondja, hogy bűváj. Hát az én lapom. Annyi fél van? Három? Én is el fogom dobni. Az én lapom ez lesz. Az enyém meg ez. Az övé a gyűjtő semmibe megy, tehát így képen lefele, enyém pedig a gyűjtőbe képen fölfele. Utána cselekszem, ugye kijátszott egy lapot, most én cselekszem. Én játszhatok ki lapot. Szép pont lény, sebződik négy, egy tűzkör, geteggel elővöm ezt a lényt, sebződik a négyet. Sebződik a négyet. Sebződik a tűntetése. Ezután én kihozok még egy vérfürdő maximot. Na, abból kaptam egy csontot, ugye megöltem egy lényt, amilyen van csont, felírom, ez itt egy csont. Igen, passzolok. Kapok hármat. Húzok egy lapot. Egy csontból kijátszok egy savas üvegcsét, aminek a lényege, hogy hát itt olvassátok, hogy áldoz fel, szépen néma játékos eződik négyet, lény hatot, bármit használtam, húzok egy lapot körvégén. Ezt feláldozom, tehát gyűjtőbe kerül, és a lény sebződik hatot. Kapok egy csontot, mert ugye megöltem egy lényt, amiben volt csont, ami négy varázspontom, ezt fordítva csináltam. Passzolok, egy lapot húzok kör végén. Jók egy vándorlatüngetőt. Repül. Igen, ez repülőlény, és ki kellett esetleg a pakomból egy kalandozót, vagy egy kártyás tárgyat. Akkor ez a kalandozó azok jó lesz. Lehetőleg jobb. És ott kézbe lehet venni. És utána meg támad még kettőt sebezve. Ugye ő pozban kihozza és sebez kettőt. 16. Ti látjátok itt a kijelzőn, de mi forgatjuk magunknak a kockát, hogy... És a... Felvételen látjátok, de mi forgatjuk a kockát, itt 16 itt néz a fasz. Passzol. Kapok 4 varázspontot. Vagy 8. Húzok egy darab lapot. Na szóval, most már ezzel kell válni. Három varázspont, itt kijátszok egy szibarita vázat. Alapból nem repül ez a lény, de hogyha van olyan lénye az ellenfélnek, amelyik van sikapet képessége, akkor ez aktívan jön. Utána... Igen. Hány lap van kézben? 5. 5. Három varázspont, itt kijátszok egy ősvillámat. Kijátszásnak a számod meg hány lap van összesen, te is cépont ellepelt kezében. Ő ennyi sebződik, nálam van 4, nálam van 5, az 9, maximum 7-et lehet sebződni, Ákos sebződik 7-et. 13 élet marad. Utána van még két varázspontom cserefázis, szibarita váz megüti a vándort, és mivel a vándornak van spec képessége, nem tudja megölni a szibarita vázat. Kapok egy csontot, felírom ezt is.
passzolok. És a negyedik, a négy, mihez kapok. Húzok egy lapot. Hát akkor azt a lényt azt el fogom intézni úgy, hogy kihozok ezen egy ugyanolyat. Egy másik szivarita váz. Ez egy himnadart. És hogy mivel neki is van spec képessége, neki is éppen ez itt nem tudják egymást megölni. Ezért előre megyek védekezni. Én viszont, sunyi galád módon, hány épéje van? Kettő? Egy Morgan kisújja azonnali varázslat, szépont lényben játékos seződik kettőt. Dying. Nem, szépont lény seződik kettőt, vagy gyógyult kettőt. Kapok egy csontot. Megöltem megint egy lényét. Kapok ötöt. Húzok egy darab lapot. Már csak 13 épét kell megoldani. Úgyhogy... Jön egy tűzcsapás. Sezőzt négyet. 9 évet volt. Utána... Kijátszok egy elemi argont. Visszaveszek egy varázslatot a gyűjtőből kezembe. Egy tűzcsapás visszaveszek. Ütök még négyet. Még egyszer kijátszom. 5. Ütök 3. Kettő. Hát sajnos még van két életpontja, úgyhogy most passzolnom kell. 80. Húzok egy lapot. Rendben. Ami 3-at fog sebezni a elemi argonon képességével. Ugye őt nem tudja megsebezni, mert van speciális képesség. Ez a végzeti kalandó, ezért a csontot felhasználhatja egyes jelződjén. Amit megkap. Igen. Egy gyilkos malót hozok. Nem olcsóbítod? Amit tudok olcsóbítani, igaz. Egyelőre csomban jött. Több manán marad, igen, ezekben mennek védekezni. De ezt úgy oldjuk meg, hogy kettőért minden lényen kap 3 sebzést. Jó. És ezután az Ikinedár fog védekezni a szivarita váz ellen. Blokkolni fog, ez nem hal meg, mert sok az élete. Másik kettő pedig ez 3, meg 2, 5 sebzés, illetve még a 6. 11. Marad a ködben. Passzolok. Tavok 5 varázspontot, hát elinne, hogy bajban vagyok, mert sajnálat tele van az őrból, szerint tudok átütni mellette, de én ugye mivel a varázslatokkal játszok, ezért könnyebben meg fogom mondani a dolgot, egy láncvillám. És akkor ő se zöri, ötöt, ő négyet, én pedig mondjuk kettőt is. Nyertem. Mégis ez a lényeg, hogy az ő életpontját lecsönkedik nullára, ez a legeslegjobb az egészben.